legújabb gaming teljesítmény, következő generációs grafika, szupergyors sebesség és tárhely, ragyogó piros billentyűzetvilágítás. Úgy néz ki, srácok, úgyhogy hát nem húzom tovább az időt, nézzük meg. Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és hát amint látjátok, ismételten elhoztam nektek egy laptopot, ami a Lenovo Legion Y520-as névre hallgató gamer laptopról van igazából szó. Hát elég nagy elvárásaim vannak ezzel a laptoppal kapcsolatban, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, bontsuk ki, aztán nézzük meg, mit tud. Na hát itt is lennénk a dobozzal, srácok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de alapvetően én szeretem az ilyen dobozokat kinyitni. Tulajdonképpen nincsen abszolút túlcsicsázva, tehát az van benne, aminek kell, hogy legyen benne egy kicsi doboz, relatív kicsi doboz, amiben benne van egy laptop, és nyilván benne lesznek a különböző kacatjai hozzá, a tartozó kellékei, de nincsen túlspirázat. Tehát nem olyan, mint mondjuk mostanában egy monitor, amikor kapsz egy ekkora dobozt, és akkor van benne egy ekkora monitor. Tehát remélhetőleg, sőt valószínűleg biztos egyébként nem ez lesz a szituáció, tekintve az előző unboxingokból. Ugye szerintem nem is húznám tovább a szót, hanem elkezdjük kibontani, aztán nézzük meg, hogy tulajdonképpen miből is áll ez a doboz, illetve hogy néz ki maga a laptop. Egyébként a csomagolása az nyilván egy gusztusos csomagolásban, nem tudom, hogy ezt lehet egy gusztustalanul becsomagolni. Tulajdonképpen ami a lényeg, az ugye itt van, teljesen kulturált módon, egy ilyen hungarocell, vagy nem is tudom milyen anyaggal körülvéve, kinyitható formában már itt is van a laptopunk, ezt mindjárt ki fogjuk nyitni, illetve amit már elmondtam, a szokásos dolgok, kábel, töltő, atyaég, remélem nem lesz benne driver CD, mondd, hogy nincs benne driver CD, nincs benne driver CD, nagyon jó. Gyerek, ez az első olyan laptop, amiben nem találtam driver CD-t, komolyan mondom, eddig az összesben volt, bár szerintem lehet, hogy ebbe is van, egyre nem találom, úgyhogy akár még nincs is benne. Igazából teljesen fölösleges, mert a laptopban nincs is CD. Tehát ezért nem értem ezeket a dolgokat, hogy miért tesznek laptopokba driver CD-ket, hiszen nincs is. Jó, mondjuk az igaz, hogy oké, külső CD-vel ezt be tud olvasni, és föl tudod telepíteni, de manapság igazából mindenki internetet használ, és ez simán le tud tölteni mindent. Na most, hogy félretettük a sallangot és a dobozt, nézzük meg, hogy tulajdonképpen mit rejt ez a remek kis dobozkánk. Egy nagyon gusztusos ilyen védő, hát nem tudom, ruhába van becsomagolva, ami tulajdonképpen majdnem, hogy elvárható, oppá, manapság, hiszen hát azért az ember hurcolásza, mégiscsak egy laptopról van szó, nyilvánvalóan valami bele kell tenni. Na, hát így néz ki maga a laptop, mindjárt meg fogjuk nézni, hát így elsőre egy elég brutál, hát az a bordó szín, ez így nem rossz. Így is néz ki tulajdonképpen kibontva, kinyitva ez a Lenovo Legion Y520-as laptop, ami tulajdonképpen a Legionnak a belépő laptopja, ami azért érdekes, mert azért ebbe egy i7-es 7700 HQ-s processzor ketyeg, és egy 1050-es Ti videókártya van benne. Szóval nem hiszem, hogy ezt tovább kell mondanom, szerintem mindenki tudja, hogy ez mit jelent, tehát azt jelenti, hogy elég masszív erőszerkezetről van szó, ami tulajdonképpen a játékoknak a 100%-át elfuttatja, hát megfelelő vagy még szebb grafikán. Nyilvánvalóan ennek a laptopnak is vannak gyengeségei, erősségei, én azt mondanám talán gyengeségnek, hogy műanyag a borítás. Viszont annyira nem mondanám 100%-os gyengeségnek, hiszen egyrésztről maga a laptopnak a mérete, illetve a súlya az abszolút könnyű, illetve bőven hordozható, és nem zavar. Tehát nem az a gagyi műanyag, hanem tulajdonképpen van egy masszívabb, erősebb szerkezet, de hát nevezzük nevén, mégiscsak egy műanyag szerkezetről van szó, viszont a belseje az brutál durva. Tehát nem tudom, hogy látjátok el, majd azért közelebb fogom vinni, és ott már egyértelmű lesz. Tehát egy ilyen műanyag, egy ilyen gumi berakást kapott tulajdonképpen ez a billentyűzet rész, ami nagyon-nagyon kényelmes, és nagyon-nagyon jó fogni. Ami érdekes, hogy eltűnt jobb oldalról a LAN csatlakozó az elődekhez képest, de itt van minden más tulajdonképpen, ami a korábbi sorozatoknál megvolt, tehát név szerint előről hátrafelé haladva a bekapcsolási jelző LED mellett találjuk az USB-C portot, az SD kártyaolvasót, majd következik két USB 3-as port, és a sort a HDMI csatlakozó zárja. A gép hátulján találjuk a viszonylag nagy hűtéskivezető nyílást, amely még mindig csak a rendelkezésre álló hely kétharmadát foglalja el. Bal oldalon a recovery gombot láthatjuk, amelyel a BIOS-ba tudunk belépni, mellette a headset csatlakozót, valamint az egyetlen USB 2-es portot, itt kapott helyet a LAN csatlakozó, a töltőnyílás és a töltési jelző LED is tulajdonképpen.
A gép processzorát tekintve igazából a Lenovo az egyik legerősebb kébilék processzort építette a gépbe, ugye ezt már említettem is, ezt az i7-7700 HQ-t, 4 magos, 8 szálon dolgozik, tulajdonképpen az alapóra jele 2,8 GHz, mert turbomódban 1 magnál 3,8, 2 magnál 3,6 GHz, tehát nagyon-nagyon durva. És akkor elérkeztünk a grafikus kártyához, a gép legnagyobb újdonsága ugye az Nvidia új Pascal architektúrás VGA-ja, a GeForce GTX 1050 Ti-ja, ami azt gondolom megfelelően megbízhatóan tudja biztosítani a játékélményt a legújabb játékoknál is, de hát ezt azért látjátok is most jelen pillanatban a PUBG-nél, tehát abszolút akadásmentesen, ultra grafikán, teljesen jó kinézetben adja vissza ezt a játékélményt, úgyhogy én abszolút ajánlom mindenkinek. Ha igazából összegeznem kéne azt, amit most az elmúlt 1-2 órában tapasztaltam, illetve éreztem ezzel a laptoppal kapcsolatban, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó. Tehát maga a kialakítása, maga a fogása, maga a monitornak a mérete is azt gondolom, hogy már kielégítő, baromi könnyű a laptop, tehát lehet cipelni ide-oda. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden megvan abban, hogy egy, ha nem is a csúcs kategóriás gamerre, de azért egy közép és belépő kategória közti laptopot ismerhettem ebben a laptopnak a személyében. Tulajdonképpen nagyon jó billentyűzet kiosztása van, nagyon-nagyon jó maga a laptopnak a felülete, tehát nem csúszik a kezed, abszolút kényelmes, tehát nem tudok erre más mondani, tényleg kényelmes egyébként. Nagyon jó a billentyűzete, tehát láttatátok is, illetve mutattam is már, hogy azért eléggé kiáll, tehát nem azzal, mint a nagyon sok laptopnál, amit én egyébként nagyon-nagyon nem szeretek, hogy egybe vannak a billentyűzetek, és egyszerűen nem érzed a gombokat. Itt elég jó ki vannak emelve, nem nyomtam túlságosan félre egyébként vele. A monitornak a minőségével és a méretével abszolút meg vagyok elégedve, úgyhogy, és hát láttátok egyébként, megnéztük a PUBG-t, azt simán vitte. Tehát én azt mondom jelen pillanatban, hogy ami a PUBG-t most jelen pillanatban tudja vinni, egy nagyon jó grafikán, ultrán vagy high-on, az tulajdonképpen manapság mindent fog tudni vinni, hiszen a PUBG az egyik legerőforrásgyilkosabb játék a jelenlegi piacon, én azt gondolom, és ez teljesen jól megbirkózott vele. Nekem ami furcsa volt egyébként, hogy nem nagyon pörgött föl, nem tudom, hogy lehet-e húzni, ilyen dolgokban nem nagyon mentem bele, biztos, hogy valamennyit lehet egyébként, bár nem szívesen ajánlom ezt a részét, ezt nyilván mindenki döntse el maga, hogy ezzel hogy áll a témához, de azt kell, hogy mondjam, hogy a hűtése jelen pillanatban abszolút megfelelő volt, játszottam vele körülbelül 2 órát egyfolytában, 1,5-2 órát, és nem nagyon zugott. Nyilván volt egy alaphang, de nem éreztem azt, hogy itt nagyon-nagyon görcsölne maga a laptop. Na hát srácok, remélem, hogy tetszett nektek ez az összefoglaló, remélem, hogy be tudtam mindent mutatni a magam módján, és hát ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, végre meglettünk 40 ezeren, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, és hát akkor nem sokára találkozunk egy legközelebbi videóban, vagy egy live-ban, ki tudja. Én Jussu voltam, sziasztok!